Szervusztok, drágáim! Én Szabó Jócó vagyok. Mondhatnám Jócó atya. Meleg vagyok, és felszentelt pap. Március óta, márciusban volt egy éve, hogy felszentelt pap vagyok, és Írországban élek, tehát nem vagyok kitéve az otthoni problémáknak, az otthoni, a magyarországi üldözéseknek, akármiknek. Nem is szeretnék belefolyni nagyon sok minden, mert nagyon mindenről megvan a véleményem. Szeretek nagyon sok témában tájékozott lenni, és valóban nekem is a... a pedofil törvény volt az első olyan gondolatom, amikor azt mondtam, hogy erre videót kell készíteni és nem csak papként, nem csak melegként, hanem emberként elgondolkodni azon, hogy miért mossák össze az emberek a dolgokat. Tehát miért egyszerű azt gondolni, hogy a pedofil egyelő a meleggel. De nem is ez a lényeg az egész beszélgetés vagy a, a, a videómnak, hanem a tolerancia. Ettől a szótól tudom, hogy melegként és papként, a toleranciát, az elfogadást kéne hirdetnem. Én azt gondolom, hogy a szeretet mindennél fontosabb. Én a szeretet hírnökének gondolom magam. Nem mellesleg, ugye <laughs> énekes is vagyok, ami ami vagy tehetség, vagy nem tehetség, de <laughs> nagyon szeretek énekelni. A, a tolerancia, és ezt. Pár héttel ezelőtt Levente világában láttam egy fiút, aki azt mondja, hogy ő egy transsexuális nő. Az, az, is furcsa nekem, hogy LMBTQ+, plusz, ugye, leszbikus, meleg, bla, 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 És a plusz, ebbe a pluszba, az LMBTQ társadalom pluszába, mindenfélét bele tudnak tenni, azt is, ami, ami, baromira nem odavaló. És ezzel viszont nem tudok egyetérteni. érteni. Tehát régen azt is tudnotok kell, hogy én elég szabad vagyok, ja, és nem kérem, hogy iratkozz föl, nem kérem, hogy oszd meg a videómat, nem, nem semmi ilyesmi, nem ebből akarok megélni, nem vagyok YouTube sztár, nem, nem, tehát semmi ilyesmi szándékom nincs ezzel, Viszont szeretném hozzátok eljuttatni az üzenetemet, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre is. Ugyanis régen ugye, 30-40-50 évvel ezelőtt, de akár szerintem még 20-30 évvel is, voltak ugye a buzik, meg voltak a leszbikusok. És mostanra, ahogy, ahogy kialakult ez az LMBTQ társadalom, ami nem is biztos, hogy kialakult, mert Szerintem folyamatosan fog változni, és mindenféle agyament aberált embert ö, fognak ide besorolni. A, a tolerancia szóról akartam beszélni veletek. Most ugye ö, hát az ember legyen tájékozott mindenféle témában, és nagyon sokszor nézek YouTube-os videókat, fókuszcsoport, osvát ösvá, Zsolti, bocsánat, a Zsoltáim YouTube csatorna. Ö, nagyon szeretem Levente világát is, és amikor Levente világában láttam ezt, a, ezt a transznemű nőt, aki transznemű nőnek apostrofálja magát, kinyílt a bicska a zsebemben. Tudom, hogy fura ezt egy olyan ember, aki is, mert nagyon jól tudja, hogy én milyen ember vagyok, borzasztó türelmes, nagyon toleráns, tényleg mindenkit igyekszem elfogadni olyannak, amilyen, még arra is, tehát még azt is úgy gondolom, hogy mindenki élje úgy az életét, ahogy akarja, amíg ezzel nem bánt másokat. Viszont a tolerancia szótól agymenést kapok. Hát alapvetően az életünkben, hogyha ha elkezdünk gondolkodni rajta, hogy, hogy nem lehet mindenki mindenkinek szimpatikus. Nem lehet az, hogy mindenki mindenkit elfogadjon. A, ha csak a szomszédságodat nézed, ha csak a munkahelyedet nézed, nyilván vannak szimpatikus emberek, és vannak kevésbé szimpatikusak, vagy akár ellenszenvesek, de nem várható el az senkitől, hogy, hogy mindenkit elfogadjon. Tehát nyilván, aki, aki, aki olyan ember, tehát aki szimpatikus, azt úgyis fogod fogadni, azzal úgyis barátkozni fogsz. Aki nem szimpatikus, az meg bármit tehet, akkor sem lesz szimpatikus, hogyha erőnek erejével, sőt, még inkább utálni fog, csak azért, mert erőszakosan neki szeretnie kell téged, és elfogadnia. Mindig azt mondtam, hogy ha valaki nem szeret engem, én azzal nem, nem, nem tudok mit kezdeni. Tehát... Ha <laughs> Aki nem szeret, aki a, 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 a még a, az időt sem szánja arra, vagy, vagy lehetőséget adni arra, hogy megismerjen, én azt gondolom, hogy az annak az embernek veszteség, aki engem nem szeret, vagy nem fogad el. De nem is ez a lényege, hogy el kell fogadni, mert nem kell. Hanem, hanem az, hogy erőszakosan annyira túl van tolva az egész, hogy mindenki hány ingert kap, amikor azt mondja, hogy LMBTQ, vagy meleg, vagy, vagy bármi. Nekem a pedofília az, ami, ami, ami egyáltalán nem bocsánatos bűn. Tehát ott nekem nincs enyhítő körülmény, nincs, de egyébként milyen jó ember, ragyogó apa, és nem tudom mi. Tehát a pedofiliánál nálam nincs kegyelem. És annak ellenére, hogy a szeretet hírnöke vagyok, és a szeretetet szeretném szétárasztani a világban ö, csodás dolgokat tudnék csinálni a pedofilokkal csodásokat. Mindenki csak tá mindenki szája tátva maradna. De visszatérve a toleranciára. Én mindig azt mondtam, hogy aki nem tud engem elfogadni, az annak nem kell elfogadni. Én Nem, nem tudok senkit azért pusolni, hogy szeressen. És a mai világban ugye ezt, ezt ránk erőltetik, hogy mindenki mindenkit szeressen. Nem gondolom, hogy mindenkinek mindenkit szeretnie kell, hiszen nem ilyen az emberiség. Tehát akkor sem, hogyha mindenki keresztény lenne, és mindenki szereti egymást. Is. Tehát én azt gondolom, hogy még egy gyülekezetben, még egy, még egy olyan öm, szektában is, mint mondjuk a hit gyülekezete, ahol ugye ráerőltetik az emberre, vagy megmutatják, hogy mit is jelent maga a szeretet, és, és mennyire jó az neked, hogyha te ott vagy, akkor is azt gondolom, hogy lesznek olyan emberek abban a közösségben is, akik nem szimpatikusak. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem tud elfogadni, annak nem kell elfogadnia. Hiszen nem tudhatjuk, hogy az ember neveltetése a a vallása vagy 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 egyáltalán csak a gusztusa hogy mi az ami miatt nem engedi tehát mi, mi az ami miatt nem és nem is inkább, tehát sosem volt a személyem ellen. Ö, ellenvetés vagy nem tudom hogy mondjam a melegségem kapcsán volt egy olyan ember egy muszlim vallású ember aki nem bántott, nem köpött le, nem mondott semmi rosszat, de az előtte lévő jó viszonyunk, amit akár egy, együtt dolgoztunk, ugye többször megálltunk beszélgetni, együtt dohányoztunk, akármi, azok a nevetgélések, történetmegosztások, beszélgetések, azok egyszer csak elmaradtak, amikor megtudta, hogy én meleg vagyok. Soha nem nézett rám rossz szemmel. Soha nem szólt hozzám csúnyát, soha nem uh, éreztette, vagy, vagy uh, akart megbántani emiatt. De teljesen világos volt, hogy amikor én ugye másnak elmondtam azt, hogy én meleg vagyok, uh, ugyanúgy muszlimoknak, akkor uh, ő is megtudta ezt a dolgot, és, és uh, tehát egyértelműen, mintha elvágták volna ezt a kapcsolatot, ami kettőnk között volt, Ugyanúgy köszönt minden nap, amikor találkoztunk, beszélgettünk arról, amiről kellett, de nem volt már ilyen személyes csacsogás, hogy úgy mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ha valakinek bármi miatt nem fér bele az életébe, akár ez, akár az, akár a masz, hiszen nekem is van, ami nem fér bele, tehát én sem tudom tolerálni a pedofilokat, én sem tudom szeretni a pedofilokat, Uh, nekik se kell engem szeretni, nyilván. Um, igazából uh, erre a fiúra akartam kitérni, ami kinyitotta a Bicskát a zsebembe. Régen, évekkel ezelőtt, amikor egy fiú nem akart elmenni katonának, akkor az volt a legegyszerűbb, ha azt mondta, hogy meleg vagyok. És már nem emlékszem rá, hogy hogy uh, kellett -e erről valami pszichológusi, vagy pszichiáteri, vagy bármilyen orvosi szakvélemény, de hogy aki meleg volt, annak nem kellett katonának mennie. És a mai, a mai ö, életben is nagyon sokszor van az, hogy, hogy titkoljuk, szégyeljük, saját magunknak sem merjük bevallani azt, hogy mik vagyunk, honnan jöttünk, pedig ö, nem gondolom azt, hogy szégyelni kéne. Tehát minden ember olyan, amilyen, ö, a melegséget ráadásul nem választjuk, hanem így, így fogannunk meg, így, így születünk meg. Tudom, erről is van <laughs> rengeteg vita, hogy ez valóban így van, vagy nem így van. Visszatérve erre a fiú-lányra, Én... mert nem, nem akarok, ugye sokan belecsöppennek. Legutóbb csoport Ádám volt, aki, aki a Lédiket előhozta. Ezt ugye pont tegnap láttam ezt a videót vagy előhozta a lédiket, és nem tudta, hogy akkor most fiúk, vagy lányok, hölgyek, asszonyok, ne, nem tudta, hogy milyen megnevezés legyen. Nekem valamire az jön le, még levente műsorában, hogy ez a fiú-lány, vagy lányfiú, ő egyáltalán nem transzsexuális nő. Hiszen láttunk előtte, beszéltünk már transzsexuálisokkal, és hihetetlenül normálisak. Nekem is, amikor, tehát én most Írországban élek tíz éve, amikor elmondom azt, hogy meleg vagyok, akkor kinevetnek, nem, nem értik, vagy nem is azt mondom, nem hiszik el. Nem hiszik el. Azért, mert nem úgy öltözöm, nem úgy viselkedek, nem úgy nézek ki. Tehát nekik ez hihetetlen. Én nem szeretnék senkit meggyőzni, megbizonygatni, hogy, hogy valóban mi vagyok én, nincs kiírva a homlokomra, nem is dicsekszem vele, de ha szóba kerül, hogy a oh, Joy, és akkor veled mi van, család, gyerekek, ez az, amaz, akkor ugye 41 évesen azt szoktam mondani, hogy nincs, és nem is lesz, mert meleg vagyok. És általában ezek után, tehát amikor a time to confess, ugye ez a, a coming out, vagy nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy 25 évesen coming outoltam Magyarországon, a, a, a családom körében, a, a, a munkahelyemen, a barátaim körében. Nyilván gyerekkorom óta volt ez a, ez a kételj, hogy hogy lehet, mint lehet, de közben volt három barátnőm, próbáltam társadalmilag elfogadott életet élni. 25 éves voltam, amikor a harmadik barátnőmmel szakítottunk, és én akkor azt gondoltam, hogy nem akarok úgy élni, ahogy nem akarok. A saját életemet akarom élni, és uh, én meleg vagyok. Tehát ezt saját magamnak is el kellett fogadni, uh, másnak nem igazán. Tehát nem érdekel, hogy kinek mi a véleménye, ki mit gondol a melegségről, ki mit gondol az LMBTQ-ról, ki mit gondol rólam. Én azt gondolom, hogy mint ember fantasztikus vagyok, nagyon-nagyon szerethető vagyok, és bárkinek bármiben segítek, amiben tudok. Hihetetlenül empatikus ember vagyok. Még a pszichia, az a pszichiátra nem, a pszichológia is azt gondolom közel áll hozzám, nagyon sokan keresnek meg a az nagyon sok ember keres meg a, a, akár a mindennapi problémáival, akár a veszteségeivel, akár bármi más dologgal, és úgy gondolom, hogy, hogy élen járok abban, hogy jó tanácsokat vagy, vagy jó meglátásokat megvilágítsak az embereknek. Ugyanígy van a testvérem is, ő Magyarországon él. Nem mondom, hogy idősebb nálam, hiszen sokkal fiatalabb, de a nővérem. Neki ugyanez az adottsága, hogy mindenkinek segít, mindenki hozzá megy a bajával. Az Tehát, szóval visszatérve a, a fiulányokra, kinyílt a zsebemben a, amiatt a bicska, hogy ott ült ez a legény, és azt mondom, hogy legény, mert nem gondolom, hogy transznemű nő. Először is nem tudott egyetlen csodálatosan feltett, fantasztikus kérdései voltak leventének, egyetlen kérdésre sem tudott válaszolni normálisan. Voltak vakantásai, volt, hogy oda egy igent vagy egy nemet, de állandóan szerintem tetszik is, vagy tetszett is neki levente, és emiatt zavarban lehetett, de, de nem tudott egy normális választ adni. Se. Tehát néha egy nemet, néha egy igent, nem igazán tudta ő azt, hogy ott most mit kéne csinálnia. Levente csodálatos volt az, ahogy, ahogy, kérdezett, ahogy próbálta rávezetni a, a jó válaszra a, a vendégét, az, az, fantasztikus volt. A, ugyanez a fiú ugye elindította a lédiket, amit tegnap láttam fókuszcsoport Ádám misorában. Megdöbbentett. Megdöbbentett. Nekem már az is rosszul esett, hogy uh, szerintem ő egy figyeleméhes kisbuzi, nem más. Nem transzsexuális nő, ő egy figyeleméhes kisbuzi. És az a beszélgetésből ki is derül, hogy ő azért csinálja a hogy ő azért csinálja a, a videóit a TikTokon, és azért van ez a polgár mert ő ezzel szeretne figyelmet kapni, ő arra utazik, hogy a régi ismerősei, akik ő csúfolták, akik bántották, azok most követik a TikTokon, és lájkolják, és, és szeretik, és akármi. Nem gondolom azt, tehát épp elég probléma az valakinek, hogyha transzexuális. Épp elég probléma saját magának rájönnie, hogy ez mit jelent, saját magát megélnie, elfogadnia, és hogyha ha van rá lehetősége, és szeretné, akkor ugye megtenni a, a lépéseket, akár a nem átalakításhoz, akár bármihez. És még mielőtt akárki azt gondolná, hogy itt a, a pedofilok, meg a drekvének, meg a, a mindenféle, ugye a, a gyerekeiket óvják a nagy keresztény politikusok, hogy, hogy a gyerekeiket megrontjuk, meg, mi melegek, nem lehet megrontani. Nem lehet a. Tehát, ha valaki heteroszexuálisnak született, ott nincs olyan, hogy átfordítjuk. Nincs. Tinédzser korban, amikor az ember növekszik, elképzelhető az, hogy kipróbál több mindent, de nyilván, hogyha nem olyan a beállítottsága, akkor ő nem lesz olyan. Tehát nem lehet valakire ráerőltetni azt, hogy ő meleg legyen, vagy, vagy más szexuális beállítottságunk. És én azt gondolom, hogy akiket láttam eddig transexuálisokat, akár férfit, akár nőt, hihetetlenül normálisak voltak, hihetetlenül ö, egyszerűek voltak. Nem, nem, Annak ellenére, hogy férfiból mondjuk nő lett, nem. Ö, nyilván ugye Angéla egy, egy ö, érdekes ö, jelenség az óriási kebleivel és akármivel, de de nem gondolom azt, hogy hogy. Ö, hogy a transzexuálisok olyan nagyon ki akarnának ríni a tömegből. Tehát pont az nekik a lényeg, hogy, hogy uh, egyszerűek legyenek, el, el legyenek a többi között, és, és próbálják élni az életüket. Tehát az, amit ez a fiú csinál, uh, ő nőnek van öltözve a nap 24 órájában, ahogy elmondta, hogy ő így megy le a közértbe is, nem gondolom azt, hogy, hogy rontania kéne bárkinek is bárkinek a renoméját. Tehát attól, hogy, hogy ő figyelem és ezzel tud lájkolókat vagy, vagy, követőket szerezni, hogy ő azt mondja, hogy transzexuális nő, én ezt undorítónak tartom. És egyébként, ha megnézzük a lédiket, ugye a tegnapi videóban, amit Ádámmal néztünk, ott ugye Megint az van, hogy ott van egy csapat nőnek öltözött férfi, akik közül meg vagyok győződve, hogy egyikük sem transz nő. Meg vagyok róla győző, hiszen meleg vagyok, ismerek melegeket, tehát nem, nem gondolom azt, és ismerek ugye transzokat is, nem gondolom azt, hogy ő transz lenne. Ő csak ezzel akar figyelmet szerezni, viszont ezzel nagyon-nagyon elrontja a, a valóban transzneműek, megítélését, társadalmi helyzetét, vagy bármi mást. Hiszen mindenki abból indul ki, hogy Úristen, ez, ez a világ lesz az, amit élünk, vagy, vagy, vagy ezt a világot kell elfogadnunk, mert mert ez jön nyugatról, mindenhonnan. Tehát én nem gondolom azt, hogy ezt el kell fogadnunk, és, és kíváncsi lennék rá, hogy hol van az a határ, de lehet, hogy ezt majd egy másik videóban fogjuk mennem kell. Lehet, hogy egy másik videóban fogom megkérdezni tőletek, hogy hol van a határ. Hol van a határ? És ezzel átlépünk a, a következő videóba. Nem gondoltam, hogy így elhúzódik ez a kérdés, csak pár percre gondoltam. Um, Hamarosan jövök vissza hozzátok, addig érezzétek jól magatokat, mosolygos napot mindenkinek, sziasztok!